Gallyakból és műanyag szemétből rakott kupac a tóparton, ez is egy a tűzrakás szabálytalan módjai közül. Sokan választják túrázás, séta vagy táborozás céljából az öreg tópartját idén-nyáron is, a kirándulók azonban jobb, ha tudják, itt tilos a tűzgyújtás. A tavalyi évhez képest újítottak a vonatkozó jogszabályokon, erről már a katasztrófavédelem munkatársa beszélt kameránknak. Megváltozott a tájékoztatása a lakosságnak, ami azt jelenti, hogy ezen túl sokkal gyakrabban napi szinten értesülnek a változásokról, nem pedig egy adott száraz időszak után, a száraz időszak végén, és már későn tájékozódnak a lakosok. Tehát gyakorlatilag létrehoztak egy olyan honlapot, amin pontosan meg lehet tudni azt, hogy melyik területen, adott városban, és melyik időszakban van tűzgyújtási tilalom. Ezt a honlapot az erdőtűz.hu oldalon lehet elérni. Itt minden információ szerepel, térképes grafikával, pontos megelőzési tanácsokkal. Évente több ezer olyan esethez vonulnak ki a tűzoltók, ami a felelőtlen vagy a szabálytalan tűzrakás következménye, a károkozás pedig megelőzhető lett volna. Borsos ára van, ha tilosban sütjük a nyáresti vacsorát, és később a katasztrófavédelemnek kell közbeavatkozni. Amennyiben ez a tűzrakás ez olyan következménnyel jár, hogy a tűz tovább terjed, nem tudták ellenőrizni a tűz, az égést, akkor ez később ilyen kárt okoz és tűzoltót kell hívni. Ebben az esetben mindenképpen tűzelemi bírságot kell számolni. Egy kormányrendelet szabályozza ezt, ami azt mondja, hogy tüzet okozott és a tűzoltóság beavatkozására volt szükség, és ennek 60 ezer forintra kezdődik az első tétel, erről kell figyelni, ezt el kell kerülni, ezt mindenképpen ajánlom. Ettől függetlenül, ha valaki tüzet gyújt bárhol, és olyan helyen, ahol megengedett, ott is készüljön fel arra, hogy szabályos helyen, megfelelő távolságra az éghető tárgyaktól el tudja későbbiek során oltani a tüzet. A tűzgyújtási tilalmat elsősorban az erdőterületek védelme és az erdőgazdaságok termésének óvása céljából alkalmazzák. Egy település belterületén az önkormányzat rendelete szabályozza, hol és mikor lehet tüzet rakni. Ebből adódóan a tűzgyújtási tilalom az mindig az erdőterületekre vonatkozik, nem pedig a belterületre, tehát nem egy város belterületére. Így nagyon fontos azt tudni, hogyha valaki mondjuk tűzgyújtási tilalom ellenére is időszakában is ki szeretne vonulni a kertbe, és szeretne ott egy bográcsozást készíteni, nyugodtan, semmi akadálya nincs ennek, tehát nyugodtan lehet bográcsozni a kertben, attól függetlenül, hogy tűzutási tilalom van életben, és nyugodtan lehet akár egy szabad területen is tüzet rakni, hogyha az az erdőterület szélétől 200 méterre van legalább. Hogyha gyakorlatilag itt Tatán, hogyha valaki kerti hulladékot szeretné égetni, akkor az tilos. A bográcsozással nem lesz probléma, mert az olyan mértékben nem fogja szennyezni a levegőt, hogy ez akadályozná azt, hogy a lakók jól érezzék magukat.